Iskola kezdés előtti szokásos bevásárlás zajlik az egyik szekszárdi írószerboltban. A szülő egyeztet a 8. osztályba lépő lányával a szerek pontos típusáról. A füzeteket, írószereket pedig maga a diák választja ki. Gellér Fanni is elkísérte barátnőjét az üzletbe. Azt mondja, a füzetek elfogytak, azokat pótolniuk kellett. Egy egyszínű tolltartót is kapott szüleitől. A rajzfelszerelés viszont érintetlen maradt az online oktatás miatt, így a tavalyit fogja használni. Már minden cuccot megvásároltunk, inkább a füzeteket kellett venni, és több rajzfelszerelés maradt, meg az iskolatáskák, tolltartók, azokat ugye több ideig használom. Riba Irén az írószer üzlet tulajdonosa is azt tapasztalja, kevesebben érkeznek az írószerboltba, és kevesebbet is költenek. Úgy véli, a szülők óvatosabban vásárolnak. Most, hogy augusztus elkezdődött, elkezdtek jönni a szülők és a gyerekek, és vásárolgatnak az iskolába. Június-júliusban is szokott jócskán iskola szezonos vásárlás lenni az üzletben, és most viszont tényleg csak augusztustól kezdik el a szülők vásárolni. Kivéve az elsős szülőket, akik megkapták a listákat május-júniusban, ők teljes listával érkeznek, ők megveszik a gyerekeknek az iskolatáskát és mindenféle iskolaszert is. Viszont a többiek, ugye nem volt a múlt évben iskola gyakorlatilag, a középiskolásoknak talán 6-7 online tanítás volt, ezért nagyon-nagyon sok minden egyrészt nem kopott el, nem használódott el, tehát gondolok itt ilyesmire, hogy rajzlapok, színes ceruzák, ezeket gyakorlatilag nem használták el a gyerekek, de nem használták el az iskolatáskát, a tolltartót sem, ők kivárnak, úgy veszem észre, tehát meglátjuk, hogy valószínűleg szeptembertől nyilván elkezdődik az iskola, és szerintem a szülők is kívánnak, hogy mi lesz a folytatásban. Nem koptak el az iskolaszerek. Most éppen volt második osztályos vásárlásunk, azon most olyan 4-5 ezer forint között megáll. Tehát gyakorlatilag csak a füzeteket vásárolják meg, füzetborító címke, meg némi írószer. Áremelkedés náluk nem volt a boltban. Továbbra is érvényben van egy 10%-os kedvezmény, amit a végösszegből szoktak levonni. Ebben a boltban 500 forinttól 10.000 forintig terjed egy tolltartó ára, márkától, stílustól, nagyságtól függően. Az alsós tanulóknak való iskolatáska 17.000 és 30.000 forint között mozog, a többi ára 10.000 és 20.000 forint között alakul. Egy kis vonalas vagy rácsos füzet ára 200 forint, egy nagyobb spirálfüzet ára 700 forint körül alakul. Egy friss kutatás szerint egy általános iskolás gyermek teljes beiskolázása akár 50.000 forint is lehet, amennyiben a tanfelszerelések mellé új iskolatáska is szükséges. Arra ugyanis az alsós gyermeket nevelő szülők egyharmada 15.000 forintnál többet szám. Még a felsős tanulók szülei jellemzően a 10-15.000 forintos árkategóriában vásárolnak. Alapvető tanszerekre a megkérdezettek egyharmada 10-15.000 forintot, egynegyede 15 és 20.000 forintot, egyhatoda pedig 20.000 forintnál is többet költ egy gyermek tanévkezdésekor.